Sziasztok! Ma a Junkies frontemberének, Szekeres Andrisnak a feleségével beszélgetek, Szekeres Eszterrel. Szia, Eszter! Sziasztok! Nagyobb koncerteken általában szoktuk látni a zenész feleségeket, ahogy ott a backstage-ben meghúzódnak, veled viszont nem nagyon szoktunk találkozni. Mennyire tudatos ez nálad? Hát nem igazán tudatos. Igazából a Tamara megszületése óta egy kicsit jobban le vagyok terhelve ilyen téren. Úgyhogy nem sikerült igazán őt úgy még leválasztani magunkról, úgyhogy gyakorlatilag hallani sem akar arra, hogy én kitegyem a lakásból a lámot bármilyen rendezvényre. Amit sikerült eddig átnyomnunk, azok a céges rendezvények évente kétszer, de most már talán ő is csatlakozik, és akkor jöhet koncertre itt talán. Többször előfordulunk. Számítottam erre a kérdésre. Milyen típus vagy te egyébként zeneileg? Milyen típus vagy? Mármint úgy érted, hogy milyen zenéket szeretek? Milyen zenéket szeretsz, igen. Hát figyelj, én YouTube rajongó vagyok. Nagyon-nagyon erősen, úgyhogy őket nagyon szeretem. Mindemellett a Coldplay-t, amit még nagyon szeretek, most inkább ilyen popos irány, mint nagyon-nagyon kemény rock. Hogyan ismerkedtetek meg akkor az Andrissal? Kérlek szépen, mi egy Napoleon nevezetű borházban ismerkedtünk meg. Ha jól emlékszem, egy csütörtöki napon, munka után mentem én oda a barátnőmmel egy ilyen heti szokásos csevegésre. Többször jártunk már ott, nagyon szerettük ott a répás pirítóst, ilyen répakrémest. Úgyhogy aztán egyszer csak megjelent Andris, meg a Geri, az ő legjobb barátja, és leültek a mellettünk levő asztal, talán két asztal a rép. És akkor telt múlt az idő, aztán úgy átszólogattunk egymásnak az asztaloknál, és akkor egyszer csak odaült mellém, és onnantól kezdve beszélgettünk egész este. Így ismerkedtünk meg. Én elsőre azt gondoltam volna, hogy ti ilyen teljesen különböző személyiség vagytok, de ezek szerint akkor nagyon sok közös lehet bennetek. Persze, igen, van bennünk egy csomó közös, meg hát azt nem mondanám, hogy nagyon különböző személyiségünk, inkább egy kicsit folytott életritmusban élő hasonló személyiségek vagyunk. Tehát ugye Andis ő ilyen éjszakai bogár, én meg ilyen napközbeni nagyon felfokozott, gyors tempójú lány vagyok, de estére teljesen kifáradok. Úgyhogy én megmondom őszintén, a koncertekre járás már így munka és gyerek mellett nem is nagyon tudom bevállalni. Tehát 10-11 és alszok. De milyennek látod az Andris, milyen személyiségnek, vagy hogyan látod őt? Hát kettős, ikrek, ugye a horoszkópja, és hol ilyen, hol olyan, nagyon hangulatember. Tehát ezt szerintem ő maga sem tagadja. Rendkívül látszik rajta minden rendülésén, hogyha ő rossz hangulatban van. Ugyanúgy, ha jó hangulatban van. Én már ennyi idő után azért kiszámíthatóbbnak tartom, de szerintem mire ideig eljutottunk, azért elég sok lent és fenten estünk keresztül. Tehát az ő személyiség alapvetően egy nagyon pörgős típus, de ugyanakkor a másik oldalt is nagyon tudja prezentálni, amikor így nagyon le van lassul, és így nagyon nyugodt időszakot él. Ez akár óráról órára is változhat nála. Nem lehetett ezt könnyű tolerálni az évek során, neked ez mégis elég jól sikerült. Hogy csináltad? Nem tudom, nem volt tudatos. Tehát szerintem egész egyszerűen azért visszatérve arra, hogy mennyire vagyunk hasonlóak, talán emiatt nem kellett úgy különösebben, vagy nem tűnt fel különösebben. Nyilván, amikor Tamara már megszületett, akkor azért voltak ebből kisebb-nagyobb összeződülések, tehát hogy én próbáltam mindig egy ilyen nagyon átlagos és nagyon folyamatos nyugalmat fenntartani itthon. Hát ebben ő neki be kellett azért illeszkedni akkor is, amikor neki rossz hangulata volt. Úgyhogy akkor azért jobban voltak érzettebb helyzetek, de alapvetően szerintem így talán az egyéniségemből fakadva azért így elég jól viselem, tehát nem okozott problémát. Mik a közös vonásaitok, amiket így kiemelnél? Szeretünk utazni, szeretünk jókat enni, szeretjük a jó borokat, meg talán nagyon-nagyon hasonló humorérzékünk, tehát mind a kettőnknek van egy ilyen szarkasztikus humor, úgyhogy elég jól tudunk együtt
hogy mondjam, fikázni is meg. Tehát így megtaláljuk, így sokat nevetünk, meg nagyokat veszekszünk, tehát ezt nem tagadom, hogy ez így van. Mind a ketten nagyon temperamentumosak tudunk lenni, úgyhogy a mi kapcsolatunkban ugyanúgy ez a szélsőségesség azért úgy benne van. Van egy közös kislányotok, a Tami. Mennyire lányos apuka ő? Hát nagyon, nagyon. Szerintem, hát a Tami a kenyérre keni, mi bármit és bárhogyan el tudná leérni, elég rövid idő alatt, tehát még nagyon meg se kell rajta feszülnie. Helyes a szerelem. Az ő kapcsolatuk is egyébként nagyon hasonlít a miénkre, tehát vannak, most, hogy értem, arra már a kamaszabb korát éli, tehát így most már a kapujában van ennek. Azért vannak nehezebb pillanatok, hangot ad annak, amit ő nehezményez, és akkor vannak neki kis csörtéik, de ugyanakkor Andi is azért elég hamar enged egy csomó mindenben. De már kiskora volt egyébként, úgyhogy nagyon nagy rajongója a lányának. Egyébként az látszik azokból, amiket ő megoszta a Facebookon a lányáról, hogy nagyon jó kapcsolatuk van, és nekem egy kicsit úgy tűnik, mintha inkább ilyen nem is apa-lánya, hanem inkább ilyen barátibb kapcsolatuk lenne. Mintha neked lenne egy gyereked. Helyenként testvéri, ezzel így kiegészíteném. Tehát a szakállódás és a legfőképpen, tehát onnan tudom, hogy ugye Tamara jön és úgy árulkodik az apukájáról, hogyha valami megette a bunicukrát, tegyük fel. Mint amikor a testvérek jönnek, hogy anya, akkor ízítél, most én akkor foglaljak állást ebben, hogy büntetés, stb. Nem? Tehát igen. Kevésbé apalánya, inkább barát és testvéri. Így jellemezném én is. Anno a barátok csak egy SMS-t kaptak az esküvőről, hogy sumákban megnősültem. Mennyire volt ez sumák, ez az esküvő? Hát igazából mi májusra terveztük, aztán pontosan már nem emlékszem, hogy miért hoztuk mi sokkal előrébb, de nem volt köze hozzá Taminak, mert sehol se volt ő még akkor. Szerintem az első házassági évforduló napján derült ki, hogy ő létezik. Valami miatt előrébb hoztuk, hogy akkor legyen hirtelen december, akkor kezdve október vége, november írhattunk, tehát úgy nagyon gyorsan kellett így leszerveznünk, és úgy szerettük volna, hogyha ez egy ilyen nagyon életre szóló élmény lenne kettőnknek. Tehát nem szerettünk volna túl nagy hazatárit csapni, lakodalom is ilyenekre gondolok, úgyhogy ezért sem, hogy mondjam, volt annyira publikus inkább utána, hogy ebből ne legyen később sértődés, mert nekünk tényleg nem volt lagzink, nagyon szűk családi körben tartottuk meg az esküvőt, és utána mi elutaztunk jó messzire, jó melegre, és akkor egy gyakorlatilag két hétig egy ilyen kettesben lévő fesztivál hangulata. Tök jó volt, úgyhogy így ezért titkoltuk. Facebookon Andris elég aktív, és azt is szoktuk látni, hogy chili paprikát termeszt, hogy kovászos uborkát készít. Mm-hmm. Milyen mániái vannak még? Jaj, egy időben, sőt nem, azt még most is csinálja, gyümölcsökről azokat a matricákat, amik így rajta vannak, néha banánon, narancson, azokat ő így leszedegeti, és a konyha szekrény belső falára ragasztja fel. Van ezeket én is így szoktam, hogy én mindig olyat vásárolok, amin van valami matrica. Na, és akkor ezt ő mindig átnézi, most már Tamara csinálja, mert ellest az apjától, hogy ez egy ilyen nagyon klassz dolog, és akkor mindegy kompromisszumot kötöttünk, hogy ne a bútorra kívülről, tehát nem fontos úgy kinézni, mint ilyen tínédzser izének, amikor így matricáztuk tele a bútort. Igen, én annó az emeletes ágyam oldalára ragasztottam ezeket. Hát igen, mondjuk az nekünk is van, csak nem az emeletes ágy oldal, hanem Taminak van egy könyvespolc, és akkor ott vannak ilyen Mickey egér, meg Minnie egér, még így végről. Most már hóciki szerinte, de hát mindegy, majd most tesznek egy kis bútorváltása. Szóval van egy ilyen mániája, ez a gyümölcs címke. Azt megelőzően meg nagyon sokáig gyűjtötte a köldökébe berakódott ilyen cöszköszöket. Ez nagyon jó, de haragudj. Igen, de akkor még nem volt apuka, akkor még csak jártunk, de remélem, hogy ezért az infóért nem fog kinyírni. Én megkérdeztem tőle,
hogy bármit mondhatok? És mondta, hogy igen, hát én most mit mondjak, ilyen mániái vannak. Az én férjem is szokta, de ezt mindig a fürdőkádban zuhanyzáskor szedik. Na, vannak pár Igen, nem, ő összegyűjtötte. Jó, Istenem. Hát ezt persze. Most már elhagyta, már nem csinálja, hál' Isten. A termesztés, igen, ez szintén egy hobbi. Lehet itt csinálni, most megint megbeszéltük, hogy idén nem lesz beültetve nagyon a terasz, mert tudod, mindig úgy van, hogy megjönnek ezek a kis palánták, és akkor minden nagyon rendezett, meg nagyon szép, meg nagyon cuki. Csak amikor így ezek ilyen nagy bokrok lesznek, és akkor így a kis társasházi teraszunkon macsétával lehet gyakorlatilag majdnem közlekedni, akkor már nem annyira vicces. És nyár végére annyira utálom az egészet, hogy nagyon. De most megint lett hét, úgyhogy biztos, hogy nem úszuk meg igen se. Na, de biztos látni fogjuk Andrisnak a Facebook oldalán, akkor hogy mi a termés. És most már hozzá fogom gondolni a te arcodat is, hogy te ezekről mit gondolsz. Igen, majd ott tűzött. No, mindegy. Hát inkább ilyen legyen, minden ilyen. Egyébként most egy új hobbi a biciklizés, szóval most nagyon szenvedélyesen teker. Illetve, bocsánat, közben vágjuk a biciklin énekelés, mint látjuk. Igen. If you could rewind your time, I wouldn't change your life. Hát ilyen, nem mondom, változatos egyéniség, úgyhogy nem nagyon lehet így unatkozni mellette. Tehát mindig vannak ilyen vagy olyan jellegű meglepik azért. Úgyhogy... Mi az, amit a legeslegjobban szeretsz benne, amit kiemelnél? Talán ez, hogy nem lehet így unatkozni mellette, nem egy unalmas. Ezt nagyon szeretem, meg az, hogy tényleg nagyon nyitott. Nekem tényleg nagyon fontos az, hogy finomakat tegyünk, meg ígyunk, és tök nyitott ezekre az új receptek kipróbálására, meg hogy ilyet vásároljunk, csináljuk meg, stb. Szóval nem. Néhány témában begyöpösödöttebb, ez tény és való, de ezekben, ami engem is érdekel, bennem. Úgyhogy ezeket nagyon szeretem, nem ilyen rugalmas. De jó! Jó volt ezt hallani, és köszönöm, hogy beavattál minket ezekbe a kis titkokba. És remélem, hogy azért majd hamarosan már találkozunk mi is így koncerteken. Bízom benne, talán, hogyha majd augusztus 15 után újraindul, akkor majd még lesz egy két nyitott koncert. Így van. Jól van, köszönöm Eszter, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Szia! Szia, sziasztok!